Hotel baráti kör megjelent nézőit és a filmünk nézőit is, leendő nézőit. Megkezdjük Berényi László úr második előadását a háromrészes sorozatából. Akkor majd László, mondd el ennek az előadásnak a címét, és akkor felkérlek, hogy kezd el az előadásodat. Köszönöm a bejelentést, és a cím tehát a Szent Korona a beavatás tárgya és eszköze is egyben. Hogy ezt hogy kell érteni, erre bővebben kitérünk, ha hozzátenni az előadáshoz. A királyság intézménye az égből szállott alá tartották Mezopotámiában az írások tanúsága szerint Sumér város államokban a Krisztus előtti 3. évezredben, ami fent az lent Hermész Trismegistosnak a smaragd tábláján megtalált üzenete szerint az égi történések a földön is megvalósulnak, azaz az örök világtörvény mindenhol érvényesül. A köröztény tudat a mikro- és makrokozmosz szerkezeti azonosságát felismerve, világegyetemet fraktál szerkezetként kezelve a látható és a nem látható dimenziókat egymástól el nem választható egységként fogta fel. A királyság a fent említett köröztény tudatnak az intézményesülése. Ha minden egy, az azt is jelenti, hogy rajta kívül nem lehet más, például nincs teremtő. Mert a teremtett világgal együtt az eredmény már több, mint az egy. Így ebben a felfogásban kerekvilág kezdettől fogva létezik és örökké tart. Hát ez egy rossz hír a nagy kutatóinak. Mi volt tehát a szerepe a királynak és miért volt szüksége a beavatásra? Hát itt a köröztény tudatról kell egy-két szót ejteni, ami azt jelentette első közelítésben, hogy elején tudták, hogy a világegyetem háromféle rezgésből épül fel, ami közelről már mozgásnak tűnik, olyannyira, hogy megfeleltethetők ezek egymásnak pontról pontra. Így értve a dolgot, a három rezgés az a torziós hullám, a transzverzális hullám és a longitudinális hullám mai fizika állása szerint, és ezen belül a tengeren, mint mozgás mindegyik felismerhető, tehát a torziós hullám megfelelője a kör mozgásként az örvény, a szél okozta hullám az a felle mozgás, és a harmadik az pedig a cunami vagy szökőár, ami longitudinális mozgás is egyben, a rezgés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a víz molekulák oldalról egymást nöktösik, és a végén kifutnak a partra. Tehát ez a két rezgés és mozgás megfeleltetés nem más, mint a makrokozmosznak és a mikrokozmosznak a megfeleltetése, hiszen a makrokozmosz az ugye rezgés, és a közelről az emberi léptékű világ, ezt nevezhetjük mikrokozmosznak, az pedig láthatóan mozgásként nyilvánul meg. Olyannyira, hogy ennek az egyforma magyar neve, ennek a három mozgásnak a kar, íz, tenyér háromság volt, amelyben ez a kar ugye a körmozgást produkálta, az izgő mozgást, az ízületek, a felle mozgást. Ezek teszik lehetővé, és a tenyér nem más, mint öt tengely, ami egy pontban jön össze, és így a tengelyirányú mozgás az újak által felismerhető. Eleink számára nem volt gond, a filmen nem ez a ilyen jól a kép. Probléma, ami Einstein számára úgy tűnt, hogy megoldhatatlan, hiszen a kérdést, hogy hogy lehet az időt a térben megjeleníteni, Einstein egy hiperkockával próbálta orvosolni, azaz magyarázni, vagy elképzelni, de láthatóan ez nem vezetett eredményre. Ezzel szemben dr. Balogh Sándor ezt ebben a füzetben meg is írta, hogy ő rá a fermion-bozon kettősége vezetett rá arra a felismerésre, hogy
a magasabb dimenzió az alacsonyabb dimenziónak fél fordulattal, illetve derékszögben való kiterjedése. Tehát a dimenziók egymásra épülnek. A negyedik dimenzió a harmadik dimenziós tájra derékszögben épül, ahogy a sík az egyenesre, vagy a kocka a síkra. Érthetően kifejezve, tessék elképzelni egy pontot, abból három irányban, a három dimenziónak megfelelően indítunk egy-egy fél egyenest, és bármelyiknek a csúcspontjára merőlegest állítunk. Ugye az egy érintő síkot képez, az a ponton át állított merőlegesek egysége vagy együttese, és ez az érintő sík gyakorlatban azáltal, hogy bármely irányba körbefordatható ez a három félegyenes, gyakorlatilag egy gömbfelületet eredményez. Tehát a gömbfelület az a mértani hely, ahol a negyedik dimenziót, amely ugye az előző háromra mind-mind merőleges irány, megtalálhatjuk. Na most jöhet az ötödik is, mert menjünk tovább. Ha ezt a gömbfelületet elképzeljük, bármely pontjából egy arra az érintő síkra merőleges képezünk, az pont visszavisz minket az induló pontba, a középpontba, más szóval ez az ötödik dimenzió helye, ami az információ a mai szóhasználatban, vagyis az az információ rejlik itt, hogy a térnek és az időnek a középpontja egybeesik, a kettő egymástól el nem választható, vagyis egy. Hát itt ezt nagyjából még egyszer elmondom. Hát a tér bármely pontja öt dimenziót tartalmaz, a tér három dimenziója mellett a vele egy központú idő, közvetve a középpontjával ide csatolható. Tehát láthatóan minden pont információ tartalommal is bír, így az információt az ötödik dimenzióval azonosíthatjuk. Ezt információs mezőnek, mátrixnak is mondják napjainkban. Most a tér bármely pontja lehet viszonyítási pont, azon kinevezhető középpontnak, ami áll. A térségben két tengellyel határozható meg. A két egymást metsző tengely között, más hangzó jelennek meg a pont elnevezésben. Térnek is van pontja, és az időnek is van pontja. A tér időnek hét közös pontja van, tehát itt a színekkel megjelölve, ami áll, az akkor piros legyen, és ami él, az meg zöld ettől fogva, és a kettő közti kapcsolatot a ponttal, vagy a térrel jellemezhetjük. Tehát a tér nem más, mint színpadtér. A két szereplő, az a két pont, amikor az egyik áll, azt mondhatnám akkor az a rezgés állapot, a másik él, az már akkor a mozgás, mert az idővel a mozgás is megjelenik a képletben. Tehát még egyszer, az oktaéder és a gömb, ez ugye akkor az idő, ez pedig a tér, a síklapokkal határolt tér, és ezeknek láthatóan hat közös pontja van, plusz a hetedik a középpont, a közös középpont. Sokkal érthetőbben magyarázták még pártus elődeink ezt az összefüggésrendszert. Itt látható jobbról egy pártus bálvány, amely gyakorlatilag egy három lépcsőn, amely végül is nyolc kisebb lépcsővel van fölbontva, megközelíthető, nevezzük piramisnak, aminek a csúcspontján vagy középpontjában egy gömb alak van, amely gömb alak, már most tudjuk, akkor az idő, a tér pedig hát láthatóan síklapokkal határolt, egymásra merőleges síkok együttese, ez nyilván a tér. És a közös tengely az a kapcsolat, amely az információt rejti, hogy ez a kettő egy tengelyű, egymástól el nem választható, vagyis egy. Tehát ezeket a bálványokat és a bálvány imádókat eltüntették az idő folyamán, ellenségeik, és hát így a köröztény tudat is feledésbe merült. Csak egy pillantás a pártus szent háromságra, ami hogy nem fönnmaradt, legalábbis kissé csorbultan, de jól kivehetően. Itt most három nagyjából azonos alakot látunk, és kitalálhatjuk, hogy melyik.
ez kell legyen a nap, vagyis a napfiú, a nap koszorúból gondolom. Itt ez a sarló viszont a sarlós boldogasszonyra utal, másszóval akkor ez a második gyújtópont, hiszen majd rátérünk, hogy ez a naprendszer két gyújtópontjában jelenlevő két fogalom, és középen a harmadik, akiről hát azt látjuk, hogy ilyen szalag van a hajában, amely szalag a szél és a szellem szavakkal mutat rokonságot, tehát ez akkor a teremtő, nevezhetjük szellemnek is, de mindenképpen az információhoz áll legközelebb ez a harmadik fogalom. Most elérkeztünk a királyság intézményéhez, és mit látunk? Már a nevében is furcsaságban, már mint az, hogy a kerál régiesen az a kör és az áll magyar szavakból áll össze. Mit jelent ez, hogy a kezében lévő attribútumok azok nyomra vezetnek, tehát például a jobb kezében az uralkodónak egy jogar van, vagy egy ilyen egydimenziós hosszú valami, ami lehet egy lándzsa is, de a jogar szóban a gr a körre utal például a kokáért, és itt valóban a körről, vagyis a körmozgásról, pontosabban a földről van szó, másról az időről, hiszen a földhöz kötjük az idő fogalmát, a forgásból, keringésből számítjuk az időt, ciklikus időről van szó. Így az sem lep meg minket, hogy ez a dőlésszög a függőlegeshez képest 23,5 fokos, pontosan a föld tengelyének dőlésszögével azonos. A másik kézben pedig úgy mondjuk ezt ország alma van, hát ez nagyon érdekes, hogy miért pont az almára asszociálnak, most már tudjuk, itt ez az áll gyököt láthatjuk benne az alma szóban, és erre majd később még további példák jönnek elő, úgyhogy jó úton járunk. Mit jelent ez még egyszer? Tehát, hogy az uralkodó az egyszerre a tér és az idő együttese, és akkor hát mi van a térrel? A tér egyik pontját értjük az almában, az induló pont vagy viszonyítási pont. Egyébként az álló csillagok is ebbe a kategóriába tartoznak, és így a nap is. Viszont a trónról meg kell emlékeznünk, láthatóan a trón egy három síklappal határozott dobogó, ami igen kényelmetlen, de nem is ez a szerepe, hogy ott heverészenek, hanem a tér három dimenzióját hivatott előállítani, tehát összeálljon a tér, idő, és a harmadik a tér középpontja, mint harmadik elem. Hát a király az egyszerre él is, meg áll is, és ezt magyarul ülnek mondjuk, hiszen ül a trónon, tehát mind a kettő, de egyik sem igazán. A tér és a trón azonosságára rámutattam, a régi magyar szó az éter valószínűleg a tér megfelelője volt minden időben. Hogy más példát is hozza, Ádám és Éva neve, illetve szerepe is újra értékelendő ebben a szemléletben, hiszen Ádám névben a DM, az TN is lehet ugye, ismert hangátmenetet figyelembe véve, és ugyanúgy Éva nevében az ív, év, évkör, vagyis az idő jelenik meg. Más szóval a tér és az időt látjuk, és a kettő közti kapcsolatot az alma teremti meg, amely alma hát egy pontban, a középpontban van ugye megjelenítve, a törzs szavunkban a tér mással hangzói jelennek meg, tehát ezek mind ugyanazt a fogalomrendszert tartalmazzák rejteki módon. Tehát az alma az, ami áll, adott esetben akkor ez a nap, Éva a föld, és a
teremtőnek gondolt harmadik személy, aki a térrel mutat kapcsolatot, az lenne akkor Ádám. Most ez a trónterem nagy Károly trónterme felülnézetben, és az első menetben itt csak egy nyolcszögletű építmény volt, amely nyolcszögletű, gyakorlatilag a nyolcszögletű csillagot mutatja fel, mint formát, amely nem más, mint a térnek és az időnek a egyközpontú megjelenítése, vagyis hogy a középpontban az András kereszttel jellemezhető idő és a úgynevezett György kereszttel, függőleges üsszintes tengerű kereszttel jellemzett tér közös pontját látjuk. A trónus érdemes megnézni, ugyancsak igen kemény kőlapokból összerúgott valami. Furcsaság még, hogy egy nagyon jól szabott negyedkör látszik a könyöklőnél, vagyis hogy a tér és az idő elemei kerülnek itt is elő. Ez a hun uralkodó, azt hiszem Spanyolországban van ez a nyilván hun eredetű arany és drágakövekkel díszített szobor most éppen ott található, de amire fölfigyelhetünk, ugyan a gömb, amit tehát az idő, és ugyanez a félkör, amit itt is láttunk, megtalálható ebben. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen a helyen volt a Magyar Szent Korona, mielőtt még visszahozták volna István fejére a koronázás időpontjára. A háromság fogalma az ókori történelemben több helyütt is fontos szerepet kap. Isten triászokat ismerünk, ugye a Szent Háromságra is gondolhatunk. Vajon miért? A rendszerelmélet megfogalmazása szerint a három elemű, hármas kölcsönhatású rendszer a legkisebb a rendszerek között, és az eredőjével együtt egységet képez. Tehát láthatóan a korona is három részből áll. A csüngő, a kereszt és a korona teste, de visszatérve az előbbi háromsághoz, amiben hát ismeretes, ugye a test, szellem, lélek háromság, nevezhetjük ezt mikrokozmosznak, anyag, energia, információ háromság, mint a makrokozmosz megfelelője, és régről ismerjük az Atya, Úristen kifejezésünket, amelyben itt már négyről van szó, mert ugye az Úr Istenre koncentrálva az Úr az Húr is lehetett, hiszen a K és a H az fölcserélhető, másfelől a H az gyenge hangzó esetenként lekopik. Tehát itt van például a németben a Herr az Urat jelent. H nélkül, de az értelme az, hogy Úr. És akkor még egyszer, az Úr Isten az nem más, mint a kör Isten háromság, tehát ez a három rezgés, és az Atya ennek a háromnak a egyszemélyi megfelelője, tehát itt nincs hierarchia és alá fölé rendeltség a háromságban, de a negyedik, az eredő, az maga az egy. Ennek megszemélyesítése kellett legyen az Atya fogalom. Most koncentráljunk még egyszer a Szent Koronára, hogy ez a három rész mit is jelenthet. Arra jöttünk rá az elején, majd később bővebben róla még esik szó, hogy ez az úgynevezett precessziós kúp, ami egy tengelynek a körbeforgását jelenti, már mint a Föld forgástengelyének 26 ezer év alatt megtett kör alakú, kört leíró mozgása, amely egy kúpalkotójaként végül is egy kúpot rajzol ki, és ezt hívjuk ugye precessziós kúpnak. Ez a fogalom a báltok asszonnyal azonos, erről megint csak később. Az idő ilyes formán a körbeforgó kereszthez köthető, a tér az pedig
majd látni fogjuk, hogy a csüngőkhöz köthető, majd ide még visszatérünk. A csüngőkből meg még továbbiakat is kiolvashatunk. Kétszer négy van két oldalon, és középen hátul egy, ami áll, ez pedig négy fél, ami él, és valószínűleg ez a négy belső bolygót jeleníti meg, és középen, ami áll, az pedig a napot. Most akkor a tér elemeit látjuk itt viszont a csüngő bármely részére, ha gondolunk, hiszen a sík láthatóan két egymást metsző egyenessel állítható elő. Az egyenest azt nagyon jól látjuk, hiszen ezek függő ónként működnek, vagyis kirajzolják a függőleges egyenest is. És a pont is nyilván itt van, hiszen a metszés pont az akkor a következő elem. Ugye a tér az háromdimenziós, sík az kettő, az egyenes az egy. Na a pont hánydimenziós? Gondolhatnánk, hogy az nulla, de nem. Az pontosan az összes dimenziót tartalmazva, tehát öt dimenziós. Most a karikákból, amelyek ízekként kapcsolódnak össze, és közös tengelyre vannak fölfűzve, a kar, íz, ten háromság kiolvasható. És ez egy minimum feltétel, hiszen ez mindenhol, ez a háromság jelen kell legyen, úgyhogy nem fogunk csodálkozni, ha minden módon, de találkozunk ezzel. Most a kozmikus összefüggések megjelenítése térben, címszó alatt, mit láthatunk a koronán? Azt, hogy az abroncs síkja és a pártaelemek tetején körbefutó sík lap, amit itt kirajzoltam, mint két sík, egymásra a síkok merevlegességénél lehet normálisainál ezt a mérést eszközölni, 23,5 fokos szöget zárnak be. Tehát már is az előbb sokak szerint véletlennek tulajdonítható ferdénálló kereszt, ami a korona tetején van, hogy miért pont 23,5 fokos, hát itt újabb megerősítés nyer ez a szándék, hiszen újabban a térben is síkok közötti síkszöget mérve is felismerhetjük ezt. És akkor vegyük csak sorba, hogy itt az időt az abroncs jelképezi, ezen volt Szűz Mária képen. Ez a kép is furcsa kép, most ugye nincs rajta, de a kapuli triptihonon látható képen ilyen formán nem ül Mária a trónon, hanem áll előtte, és meglepő módon előre dől. Én ezt a 20-23,5 fokos szöget is kiolvasom ebből a felrendezésből, tehát nem véletlenül így rajzolták meg. Visszatérve tehát a pántok, az akkor a pántokra tér, hát ez olyan egyszerű, ha ezt görögösen mondjuk, akkor pantokrátornak hangzik. De miről van szó? Valóban a pántokra a tér jelképét tettük rá. És akkor a harmadik elem a párta, az meg a téridő, mind a kettő egyszerre jelen van. Miért mondom ezt? Mert gondoljuk végig. Ugye az előbb mondtuk, hogy a gömb vagy kör az akkor az idő, az egyenesek, mert a tér megjelenítését szolgálják, és mind a kettő egyformán jelen van, sőt a kapcsolatuk egy ponton, egy csukló ponton át rajzolható meg, amely ízületként is, íznek is olvasható. Más szóval a kör ízten háromságot látjuk ismételten előttünk. Borbolla János felismerése, hogy a pártán számok olvashatók le, már pedig itt ugye ez 1, 2, 3, 4, 5, 8, bocsánat, 6 egész van látható, és ezen 3, ezen 8, ezen pedig 5, tehát ez az egyiptomi kettős könyök nevű mértékegység szám szerint centiméterben kifejezve. Vagyis
ezek számok. Na most ez a szám szó is gondolkodóba ejt minket. Egyéb egyiptomi kapcsolatot is fogunk mindjárt találni. Tehát az itt látható Jézus románc képen ez a szög, a 23,5 fokos szög két helyen is megtalálható, mégpedig Jézus kezében van egy könyv, ami mondhatni tankönyv, hát a T-engyők benne van, már is jó helyen járunk. Ez egy ellipszis, ami a könyv fedlapján látható, tehát ez az ekliptikának a tana, és a másik tengely, amelyik a függőleges tengely, az az ő napfiúként saját tengelye, tehát ha ez a föld, ez a nap és a bezárt szög, tessék, megjelent síkban két vonal között szögként mérhetően. De még egyszer megjelenik ez a láb, ami fordítva a bál szó, vagyis akkor a napnál tartunk megint, illetve a föld vízszintesére merőleges, egyenes, a magas tengely között bezárt szögként ugyanúgy. Tehát ezek csak azt jelentik, hogy konzekvens módon téridőben, térben, síkban ez a két tengely között bezárt szög, mint a naprendszer egyik legfontosabb ismérve, megjelenik a koronán. A trón szélességét megmérték a fizikusok és egy hüvelyeknek találták. Tehát a trón és a tér láthatóan a két mással hangzó ugyanazt a gondolatot fejezik ki, és így a tér mértéke a hüvelyek, aminek a többszörösei találhatók meg a Szent Korona fő méreteiben. És ezek ráadásul a Fibonacci számsor számait mutatják fel. Csak egy másik érdekes egyiptomi vonatkozás, hogy ezt is Borbála János vette észre, hogy itt egy ilyen ostor megfelelője, itt viszont a másik lábnál a úgynevezett gamús botnak a megfelelője van kirajzolva, és olvassuk össze ezt a kettőt, az ostor és a gam. Hát az Istergamhoz jutunk, de ha a gam a kör azonosságot vesszük elő, akkor az Isten kör, más szóval a kör Isten háromságot már Egyiptomban megtalálhattuk. De nagyon jól tudjuk, hogy ez itt van a Dunakanyarban, Esztergom formájában, ahol az Istergam, az Isten kör, máshol a kör, Isten államság úgy szintén megjelenik. Ha pedig most tovább megyünk, akkor megint arra kell rádöbbenjünk, hogy igen, nem kétnyelvű a Magyar Szent Korona, hanem háromnyelvű, hiszen a görögnek mondott abroncs, görög korona résznek mondott abroncs valóban kör alakú, a görög szóban is a KRGR megfelelője van jelen. Erről azt tudjuk, hogy ez az idő megjelenítését szolgálja. Aztán itt van a pántok együttese, amely egy középpontot is tartalmaz, és így a tér középpontját láthatjuk benne. És a kettő között van a párta, ami azt mondjuk, hogy egy állapotot tükröz, mégpedig egy olyan állapotot, ami tér és idő egyszerre, vagyis hogy Jézus a ráktérítőnél, a nyári napfordulónál egy éves korában volt jelen, erre visszatérünk, de a latin koronánál a ten gyököt látjuk viszont körten, már csak az is ízgyököt keressük. Ugye ez lesz akkor a harmadik nyelv, mert hogy kiderül, hogy ezen ugyan számok vannak, ami az is ízgyököt fordítva de tartalmazza, viszont ezek a jelek, az IC, XC, amit itt látunk balról, azok
nem csak görög és nem csak római betűk összeolvasásából állnak elő, hanem éppenséggel rovás betűket is kiolvashatunk belőlük, mégpedig az SNBN rovás jeleket. És akkor az is kiderül, hogy a rovás szóban az istyök van jelen, tehát a harmadik nyelv a görög és a latin mellett a magyar, vagyis a rovás nyelve. És akkor valóban itt is teljesül a Köristen háromság egysége. Közelebbről nézve az ICXC, ugye ezeket rövidítésként szoktuk értelmezni, első és utolsó betűket, hangjeleket írják le ilyenkor. De a mi olvasatunkban az IC és az XC a kézjelben ugyancsak követhető, tehát gondoljuk végig az ötödik kisúly, az az I, vagyis a rovás S, ez a C, az a rovás N jele, a rovás B jele, ez az összemetszett két egyenes, az a bél és belső jelentéssel is bír. Miután ez két újat is igénybe vesz, ez az összemetsződés, akkor ezt kétszer is olvashatjuk B-ként, és így jön ki belőle az, hogy S, N az az szár nap, vagyis visszafele a nap szára. A nap szára, tehát ez a függőleges tengely, vagyis az ekliptika merőlegese, a nap szárának megfeleltethető tengely. A másik pedig úgy szól, hogy a nap bélének belsője, mert a bél az a forgó rész, az a föld adott esetben, a bélgó, vagyis a bolygó, és annak a belsője a földnek a forgás tengelye. Tehát amit itt zölddel jelölünk, az egy ferde tengelyt mutat, mert hogy ezt a két ujjával összefogott gyöngyöt, vagy nevezzük almának, az akkor lesz a nap, és a másik összemetsződésben viszont most olvassuk ki, a babba fogalmát fogjuk felismerni. A babba az úgy jön elő, hogy a nap bélyének belsője. Ez ugye akkor a földforgás tengelye. De ha a nap helyett a bál szót illesztjük ide, amely bál ugye a álló rész, vagyis a nap megfelelője, abból a BBB rövidítés adódik, bál bélyének belsője. Na már most ez egy szakzsargonban előbb-utóbb rövidítésként, hogy ki lehessen mondani, nem mondták mindig végig, hogy bál bélyének belsője, hanem ebből lett a babba. Tehát megfejtettük Babba Mária eredetét is, hiszen ez a babba szó a forgás tengelyt jelöli, ami egy asztrofizikai fogalom, már pedig a babbát is népszerűen ebben a jelöléssel tették közismerté. Csak egy hasonló példa, Copt Fresco Farasból, amely pontosan a ráktérítőnél van, a asztrofizikai gátnál homokulásták ki ezt a kb. 1500 éves freskót, és vitték Lengyelországba, amikor az aszuáni gátnál a víz ott mindent elöntött, és mentették a menthetőt. Mit látunk a képen? Mária fején a koronával, amely hasonló a magyar szent koronához, de úgymond rajta a kereszt nem függőlegesen áll, hanem Mária tengelyével azonos szögben hajlik. Nyilván itt a freskónál ezt nem lehetett mozgatható módon előállítani, de ebből kiolvashatjuk azt is, hogy Mária képviselte a földtengelyt, és a 23 fokkal eltérő másik tengely, az pedig Jézus hoztengelyén megy át, és a felirat itt is ICXC
rövidítésként megjelenik. Tehát a köpeny pedig hát egy nyolcágú csillag, nyolc ponttal kiemelve, vagyis ugyanaz a nyolcágú csillag, mint a téridő egysége itt is meg kell jelenjen ebben a feltételrendszerben, a világmodellben. A csüngők szerepét most oldalról nézve jobban láthatjuk. Arról van szó tudnélik, hogy van a naprendszerben egy érdekes összefüggés, hogy tudnélik a két gyújtópont, amelyből az egyikben a nap van, a másikban pedig a boldogasszony, és ez a távolság a két gyújtópont között 5 millió kilométer, ami viszont a nap átmérőnek 3,6-szerese, hiszen a nap átmérőt meg 1,4 millió kilométer. Ebből következőleg ez a 3,6-szeres D arány jellemzi a felülnézeti világmodelleket. Érdekes módon a koronakutatók már 30-40 éve megállapították, hogy a trómus szélessége egy hüvely, de a csüngő köré nyúlható kör átmérője is pontosan egy hüvely. Most erről a 9 csüngőről már elmondtuk azt, hogy ez nem más, mint a 4 belső bolygó, és ez itt hátul pedig a nappal azonosítható, hiszen most a következő képre megyek, itt hátul van egy csüngő, és jobbról-balról 4-4 másik. És ez a hátsó, ami a napot jelképezi, az éppen 3,6 átmérőnyire van az időtől, meg annak megfelelőjétől, vagyis az abroncstól. És a többit is érdemes szemügyre venni, hogy ennek a 4 élő bolygónak a közös súlypontja esik egybe gyakorlatilag a felülnézetben látható kereszt tövének megfelelő ponttal, vagyis a kereszt súlypontjával, amiből az is következik, hogy ez nem csak a Föld tengelye, hanem a bolygó összességének a közös súlyponton átmenő tengelye. Tehát elején tudása ilyen mélységig terjed. A további összefüggések is kiolvashatók, hogy itt a 3,6 D távolsága pontosan ide esik, a Bél és a Bál közös tengelyére jutunk, és akkor ide nagyítva azt is láthatjuk, hogy amit mi Bálnak mondunk, az akkor a nap kell legyen, a Bél pedig a bélgó bolygók összessége, és fontos megjegyezni, hogy ez a vízszintes sarlójú hold, ez nem a hold, hanem ez a babba fogalommal azonos, múltkori előadáson erről esett szó, tudnélik. Ez az ilyenfajta holdsarló csak holdfogyatkozáskor áll elő, amikor egy tengelybe esik a Föld, a Hold és a Nap, és onnan is tudhatjuk, hogy ez bizony nem lehet más, mint a Föld, Hold együttese, mint jelkép, mert itt összesen 1, 2, 3, 4, meg 5, az 9, plusz a Hold bolygó látszik, ami a valóságban értelmezhetetlen. Arról van szó tudnélik, hogy úgy van itt is, mint az embernél, az elrendezés, ami középen van, az egyet ér, amiből két fél van, az felet ér, tehát így a középen látható 3 plusz a Föld-Hold a negyedik, és jobbról 3 és balról 3, az összesen 7 bolygó van jelen, tehát igazolva a feltételezést, ez a 7 bolygó, ez pedig a nap, és a középen van a kettő között félúton a teremtő. Úgyhogy jó helyen keressük, ha ezt a két gyújtópontot közelebbről megnézzük, itt láthatóan a nap lenne ebben a gyújtópontban, ez pedig a
precessziós kúp, és a kettő távolsága az a 5 millió kilométer, és a teremtőt ennek a két tengelynek a középpontjába képzeljük. Jézus trónján ülve érdekes módon azt láthatjuk, hogy a trón a tér három csúcspontját képviseli, tehát a trón és tér azonosságról már beszéltem, de mellette ugyanez a növénynél is előáll, hogy tudnélik a törzs, az ág és a levél, háromság, a törzs ugye a tér megfelelője, ami mély hangrendű, az az ág, ami áll, ami mozog és él, az magas hangrendű, így a levél. Tehát ezért itt is ugyanezt a háromságot, mint egységet más módon, de elénk tárták, ez a beavatásnak ugyanúgy állomása, hogy minden változatban el tudjuk képzelni ezt a rendszert. Csak egy példa, amiről még nem hallottak, Jézus csodáiról, a kánai mennyegzőről nyilván hallottak már többen is, és ez az öt kenyér és a két hal esete, ami azt jelenti, hogy a mennyegzőre csak ennyi hal és kenyér akad, de ebből rengeteget lehetett később szaporítás szó alatt előállítani. Ez mit jelent? Ez egy képes beszéd, hogy a kettő meg az öt a Fibonacci számsornak része, amelyben a számsorról tudjuk, hogy a spirálnál is láthatóan ez az egytől indul. Tehát nagyon érdekes, ez a világegyetemnek a leg kézzelfogható megjelenítése, hiszen ennek a növekedése a végtelenig tart, tehát ha megragadom ezt a görbét az egyik végén, akkor egyszerre a másik végét is a kezembe tartom, és ilyen értelemben a morzsákból is maradt 12 kosára, ami az állatöv 12-es számára utal, de egy felülnézetben ugyanezt elképzelve a halál és az élet a két gyújtópontban, talán nem véletlenül a hal, ha áll, akkor az akkor a halál kell legyen. És ez az öt kenyér, azóta is a kenyér cipóra a kereszt jelét rajzoljuk, jelzi ezt a rendszert képletesen. A körberajzolt kereszt helyett a függőleges vízszintes tengelyű kereszt és az András kereszt együttese is a téridő egységét hivatott előállítani. Ezen belül a színek is sokat mondóan, a fehér, az a HR, az a kör, az így piros, az is gyököt tartalmazza, és hát a közös tenge így a harmadik elem. Itt a szimmetria viszonyokkal lehet látni, hogy a cseppek úgy vannak beállítva, hogy ezt a ferde tengelyt, mint szimmetria tengelyt eredményezi. És ez csak egy példa arra, hogy a kör Isten háromságot mi minden eszközzel, milyen módon lehet rejteki módon úgymond előállítani. Itt a abroncs képeire koncentráljunk. Olyanok vannak itt előttünk, mint a tér megfelelői, amelyben a tér ugye a függőleges tengellyel volt jellemezhető, piros pontvonallal megjelenítve. Aztán a tér 3S, azaz sarok jellel is ugyanúgy megjeleníthető hagyományos módon, mert ez akkor a három dimenziót, a tér három dimenzióját itt a hajba fűzött S rovás jelre emlékeztető szalagok eredményezik ezt. Másfelől viszont a nevekben, az arkangyalok nevében a Mihail, Gabriel, az ellenkezője, az élgyök van jelen. De ez
ugyanúgy fordítva is igaz, hogy ami itt látható orvos szentek és harcos szentek kezében lévő eszköz, az ferde tengelyt mutat, és viszont ami az idő megjelenítése, viszont a neveikben az a kör Isten háromság, vagyis ugye a Georgiosban az a Gér a kör, a Damianosban a Ben, a végződése az Osz, abban pedig az Isz gyök van jelen, tehát ez a makrokozmosz van gyakorlatilag ott is jelen. Csak egy kitérő, hogy ez a három tengely, a három dimenzió a falsarokban tapasztalt három S jellel azonosítható, amiből érdekes módon egy nyolcszárú csillagot, egy keresztet, sőt egy svasztikát is ki lehet hozni, ami ettől fogva tudható, hogy több ezer éve a téridő egyközpontú megjelenítését szolgálta. Itt ez a három S-jel mellé a negyedik, oda is írták rovás jelekkel, hogy ez éjszak. Tehát ettől fogva a három sarok kibővül egy negyedikkel, ami az északi sarok. Hát a Földnek nincs sarka, akkor eleink, hogy ezt egy helyen tudják kezelni, négy sarokkal oldották meg a téridő egységét, amelyben az északi sarok kapta a sarok nevet, ami tulajdonképpen egy dimenzióval azonosítható. Tehát a holografikus film előnye, kiderül a turpisság, a más a mintázat. Mit jelent ez, hogy ugye két hátsó zománc kép, a harmadikról már beszéltem, Máriáról, láthatóan későbbi csere terméke, és az eredeti, az mi lehetett? Hát Csomor Lajossal értek egyet, hiszen ő a maradék két arkangyalt gondolja ezen a helyen eredetileg elhelyezve. Márpedig azért kell ennek így lenni, mert egyfajta szimmetria jelenik meg ebben, amiben a tér és az idő egyformán helyet kap, tehát a szögfelezőkben ugyanúgy a téridő tengelyei jelennek meg, és ehhez az kell, hogy a hiányzó képek ugyanezt a jelképrendszert tartalmazzák. Még egy-egy zománc képen belül is ismerős dolgokkal találkozunk, mindig ugyanarról van szó természetesen, vagyis a két kulcs, ami a Szent Péter kezében van, illetve a karján. Ha megmérjük a bezárt szöget, a 23,5 fokos szöget találjuk, amiből kitalálhatjuk talán azt is, hogy a mennyországnak két kapuja van, a nap felől és a boldogasszony felől a másik oldalon, hiszen a teremtőt láttuk, hogy a kettő között félúton foglal helyet. Aztán itt van egy furcsa háromlábú valamilyen állat élőlény, ami hát most nem menjünk bele, lehet ez oroszlán is, meg kutya is, de a lényeg az, hogy az egyik lába nem éri a Földet, vagyis él, mozog, a három másik viszont áll. És akkor ez nem más, mint a tér három dimenziója, amin áll, és a negyedik az idő. És ettől fogva ez még mindig ugyanaz az egy kutya, vagyis a kettő összetartozik. És a jelképekben ezt a nyolcszárú csillagot ugyanúgy felismerhetjük itt is. Tehát a Szent Korona a naprendszer kicsinyített mása. Nyári napforduló idején szokásos megtekintése a napba öltözött báltok asszonynak, vagyis a transzmissziós hologramnak más időpontban is lehetséges a Szent Korona segítségével. A beavatás, bepillantás a mennyországba, az Akasa krónikába, tehát ezzel a hordozható mini alkalmazással is lehetséges. Jézus mutatja az utat, eredjünk a nyomába. Hát itt felülnézetben is láthatjuk a
magyar Szent Koronát, és láthatjuk, hogy a két középpont egymáshoz viszonyítva, vagy is két gyújtópont, hogy helyezkedik el. Tehát ha így szemben nézzük, akkor hozzánk közelebb van ez a forgó kereszt, és a aura középpontja, mint a nap helye, van távolabb, tehát ez a pillantás is gyakorlatilag megfelel annak, ami a nyári napforduló idején előálló egytengelyűség esete, azaz akkor a nyári napforduló idején, ha kellő napban nézünk, akkor a boldogasszonyt látjuk magunk előtt, és mögötte van a nap, hiszen képletesen annak a sugaraiba öltözik. Akkor pontosítva még egyszer a helyzetet, a Szent Korona egyszerre a világgömböt is, meg a külön a Földet is jelképezheti. Ha a Földet jelképezi, akkor Jézus aurája, középpontja gyakorlatilag megfelel a ráktérítőnek, tehát a 23,5 fokos északi szélességnek. Ez a ferde kereszt dőlésszöge a képen is látható, most rögzítve van fixen, amiben a 23,5 fok nyilván nem véletlen, de ez a helyzet koronázáskor úgy kellett legyen, hogy keletre néző korona és keletre néző trónus esetén a Föld-Hold közös súlyponton átmenő tengelye hivatalból a északi sarkcsillag felé kellett nézzen. Amely helyzet azt is jelenti, hogyha keletre néz a korona, akkor egy ilyen dőlésszög az uralkodó esetében pont fordítottja annak, mint amit most eddig a koronán láthatunk. Tehát az az új kép már ennek a helyesnek mondható helyzetnek megfelelő, hiszen itt jelent ez. Tudatosan ebben a kereszt ilyen téren való rögzítésével minket nyugatba helyeztek át. Tehát a uralkodó trónusával együtt nem keletre, hanem nyugatra nézett, és egyben akkor persze az északi sarkcsillagra mutatott ez a tengely. Tehát ezen is el kell gondolkozni, a koronát ilyes formán több módon tették használhatatlanná, ebből ez az egyik. Most, mi cél szolgált Jézus egyiptomi útja? Ugye erről az egyiptomi menekülésről hallottunk sokat, de ott kezdődik a furcsaság, hogy ezen a turisták számára adott ismertetőn az látszik, hogy ez a menekülés úgy kezdődött, hogy a deltában egy kört írtak le. Hát ez egy kicsit furcsa, hogy ha az ember menekül, akkor miért köröz egy helyben. De nem véletlenül, hiszen a folytatásból kiderül, hogy ez a mikrokozmosz jelképe volt, amiben a Suez szóban az isgyök két oldalt is megjelenik. Hivatott előállítani Asszi útig, biztos, hogy elmentek, de mert azóta is vannak ott Mária jelenések, viszont Asszuánig kellett, hogy elmenjenek, pontosan azért, hogy a 23,5 fokos északi szélességre jussanak, hiszen a program, vagyis a projekt neve, címe ez kellett legyen, egy évesen Egyiptomban egyé válni az egyel. Ezt képletesen hogy lehet elérni? Úgy, hogy ha elgondoljuk azt, hogy a napsugár a Asszuáni gátnál, vagy pontosítva a ráktérítőnél a nyári napforduló időpontjában pontosan merőlegesen tűz a földre, föl is jegyezték, hogy a kút mélyéről a nap visszatükröződik.
ami ennek a jele. Tehát az a tengely, ami a nap középpontjából a Föld középpontja fele tart, az átmegy ezen a kúton, és így a kút mellett álló egyén tengelyével párhuzamos másfelől, tehát közös tengelyre kerül így ezen a helyen Mária, aki a nap felé felmutatta Jézust, mondhatjuk, ez az első úr felmutatás volt, és a környezet számára ez nyilvánvalóvá tette, hogy itt a két szereplő szerepe, tehát a Mária, mint Baba Mária, a Föld, vagyis az idő, Jézus, mint a álló csillag, napfiú megfelelője, a tér együtteseként halak világkorszakára vonatkozólag legalábbis ezt a szerepet kapta, így a megszemélyesítéssel könnyebb volt a szemléletet az utókor számára megeleveníteni. Mert még egyszer nézzük a koronán, és megtaláljuk ezt a Mária-Jézus együttest, ami megfeleltethető a boldogasszonynak és a napnak, és közte a mennyországban az atyának is, aki úgy szintén ebben a tengelyen kapott helyet. Még egy más módon is fölismerhető ez a tengely, ennek a jelentősége, olyannyira, hogy ha találkozunk egy olyan kereszttel, ami itt jobbról is látható, aminek a két vízszintes szára nem azonos hosszúságú, az pontosan ezt a helyzetet tartalmazza, mert itt az egyenlítővel azonosíthatjuk azt a legnagyobb kört, amiben a vízszintes szár nagyobbnak látszik, mint az északi sarkon átmenő szélességi, hosszúsági körnek a látható része. Magyarán a Mennyországból nézve a Föld ilyennek látszik, márpedig ebben a szemléletben mi itt is vagyunk, meg ott is vagyunk egyszerre, tehát ha a Mennyországot leggyorsabban akarjuk előállítani, akkor egy ilyen kettős kereszttel tudjuk ezt megtenni. Az a reflexiós hologram, ami a dolog lényege, az egy kis előképzettséget igényel. Mégpedig az, hogy az ellipszis tulajdonsága az, hogyha egyik gyújtópontból kiinduló sugár az ellipszis felületről, ami ugye a földpálya, és azt egy ilyen kerítésként elképzelve, tükörként elképzelve, mindig a második gyújtópontba jut vissza az a sugár, de ez bármely helyzetre igaz. Így ez érdekes helyzetet eredményez. Tudnélik azt, hogy a holográfiánál úgy szokták a holografikus filmet megvilágítani, hogy egy olyan hologram lemezt alkalmaznak, amelyre egyfelől, most talán mégis itt látszik jobban, a referencia sugár az közvetlenül érkezik, és a másik sugárnyaláb az pedig egy tükörről visszaverődve verődik erre a második gyújtópontba vissza, ahol is mint interferencia kép lesz rögzítve alkalmas közegben, vagyis holografikus filmben, aminek van úgynevezett vastag holografikus film változata, amiben rengeteg információ rögzíthető több rétegben. Most ezen belül van még egy, igen, hát hogy nyerhető vissza a kép, úgy, hogy a Földről nézve az ember erre a holografikus filmre kell tekintsen, amit viszont a kép készítésénél alkalmazott referencia sugárral kell ismételten megvilágítani. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nap
frekvenciája nem változik az idő folyamán, máshol ez a második gyújtópontban a mi emlékeink gyűjthetők össze, és valószínűleg itt kell keresünk az Akasa krónika helyét, ami nem más, mint a kollektív memória helye, amiből az emlékeinket gyakorlatilag gondolati hullámokkal bármikor kinyerhetjük, úgy, mint ma az internet esetében, hogy a saját e-mail címet mi el tudjuk érni. Föl a felhőbe, őrület, és most jön vissza. Igen. És ettől fogva vannak olyanok, akik a hackerek ugye más e-mail címeket is föl tudnak törni, el tudnak érni, tehát az ő vevőkészülékük más frekvenciákra is kiterjed. Ez itt is így van, mert vannak ugye jövőbe látók, vannak halott látók, tehát így kell akkor ezt elképzelni. Ez egy több dimenziós változata ennek a földi világhálónak. Most akkor vissza még egyszer ahhoz, hogy mi az, hogy a reflexiós hologram. Ezt hívjuk az általános esetnek, amikor is az emlékeinket vissza tudjuk nyerni, csak nem a látható fénytartományban, mert a napba nem tudunk belenézni. Viszont van egy olyan eset, amikor úgynevezett transzmissziós hologram esete, akkor pedig az a helyzet áll elő, hogy a napsugár átvilágítja ezt a jégtömböt, már pedig itt egy hatalmas jégtömb van jelen, és a jégtömböt átvilágítva a Földről visszaverődve találkozik egy másik, nevezzük referencia sugárnak, és akkor itt valós képet lehet kapni. Ugye, hogy ezt láthassuk, a Földnek a június 23-a vagy 21-ei pontja az időben, az a nyári napforduló esete, akkor ezek valóban egy tengelyre kerülnek, és akkor öltözik napba a boldogasszony, amit így kell elképzelni, mögötte lévő nap világítja át ezt a hozzá hasonló méretű jégtömböt, hiszen a víz alkalmas az információ tárolásra. És ez egy NASA felvétel egyébként. Na most csak egy döntő felismerés, hogy a majdnagy órákban viszont lehet a napba nézni, és ilyenkor lehet úgymond transzmissziós hologramot megtekinteni. Persze nem pünköskor, mert akkor mással lehet találkozni, a napba öltözött boldogasszonyra kizárólag a nyári napforduló időpontjában, Csíksomjó esetében például. Tovább menve az egy, mert hogy miről szólt eddig a történet, hogy minden egy. Hát gondoljuk el, hogy ez az egyes szám hogy állhat elő. Hát itt van ez a földtengely, ez meg a napforgás tengelye. Tessék, ilyen egyszerűen itt van az az egy ebből. Nem lehet másra asszociálni, mert több módon ezt elénk tárták eleink. Ha elgondoljuk azt, hogy ez a kettős kereszt is, ugye a magyar címeren látható a kettős kereszt a hármas halommal, az egy jelentéssel bír, akkor még mindig ugyanott tartunk, hogy a téridő egysége maga az egy. És az uralkodó beavatása pontosan erre szolgált, hogy egyfelől, mint az égi rend földi letéteményese szerepeljen, és hogy ezt az ős tudást milyen módon tudta egyszerre letölteni Jézushoz hasonlóan, erre a koronát alaposan megnézve mi is rádöbbenhetünk. Mire gondolok, hogy ennek a transzmissziós hologramnak egyik feltétele volt az, hogy
ez a lyukas ernyő, mert azon kellett eddig a sugarak egy része azon ugye átszűrődött, a másik elnyelődött. A holografikus filmeket lyukas ernyőként alakították ki, de ugyanígy megfelel a célnak egy olyan áttetsző pártaelem, mint ami a mi pártánkon is van, aminek ugye az a tulajdonsága, hogy nincs mögötte aranylemez, tehát átszűrődik rajta a fény. És most ugrok egy következő képre. Interneten lehet találni úgynevezett holografikus film képeket, részleteket. Tehát a középső számomra döbbenetesen azonos ebben az ismert párta elemmel, mint Matrix-szal. Mert ez a holografikus film sajátossága, hogy bármely darabjából az egész képet lehet előírni, hát természetesen akkor ismétlődő kell legyen a mintázat. És ez egy dolog, hogy akkor már megvan nekünk a úgynevezett második gyújtópontban lévő boldogasszony nevű áttetsző elem, holografikus film. De ez hogy nyer szerepet? Úgy, hogy kicsinyítve azt vehetjük észre, hogy a Föld és a Nap távolsága 145 millió kilométer, a további 5 millió kilométer a két gyújtópont közti távolság, tehát itt látható pontig, ami nem más, mint kicsinyítve 14 fél centire a középponttól látható boldogasszony képlet, és előtte van ugye Jézus Zománc képe, amit itt még jobban fogunk látni, tehát itt van Jézus, és mögötte van nyilván a párta, négy eleme, de még ráadásul Jézus mögött Bertalan Zománc képe is ott van. Na most még egyszer. Az uralkodó agyának középpontja, ez a zöld pont a korona közepén, ami a Földdel azonosítható. Innen nézve ezt a modellt, hogy napban nézve a napba öltözött boldogasszonyt láthassuk magunk előtt, akkor hozzá az kell, hogy a párttal legyen a boldogasszony, Jézus pedig a napfiú. És az arányok természetesen 14,5 centi, meg fél centi tökéletesen megfelelnek. De tovább megyek, hogy a Bartoló Zománc képe nagyon érdekes, mert a Bertalanról azt mondjuk, hogy bőrtelen, mert lefejezték és megnyúzták. Na most, hogy mitől bőrtelen? Hát megnyúzták. De hogy miért kellett még lefejezni? Hát ott jöttem rá, hogy a felirat az így hangzik, hogy Artoló, és hiányzik az első betű, a B, amely romás jelként nem más, mint egy X, latin X, vagyis hogy a keresztbe tett két egyenes, ami egy pontot jelöl ki. Mit jelöl ki? A gyújtópontot. Tehát a gyújtópontot a Bertalan, a bőrtelen személyesíti meg, akit arról lehet megismerni, hogy a feje hiányzik, vagyis az első betűje. Maga a Zománc kép is olyan, hogy alaptalan vonalhálózat, mintha megnyúzták volna a képet. Ezt se tudták eddig, hogy miért van így, tudatosan ilyenre formálták. Tehát még egyszer, a Bertalan és a Jézus a megfelelő helyen, kicsibe azt eredményezi, hogy ez az együttállás, úgymond a koronázás idején házi használatra is előáll, vagyis nem kell ehhez se csíksomlyóra, se mondjuk a ráktérítőhöz elmenni. Már csak egy apróság, ami úgy szintén sokakat foglalkoztat, mikor készült a Szent Róna.
Az eddigiekben azt láttuk, hogy itt a tér és az idő tudatos egységét vonultatta föl a korona minden részletében. Egy hely kivétel van, ahol is a pántok tengelye nem esik egybe az abroncs tengelyével, és ebben a mérhető távolság 0,36 század centiméter, ami fokokba kifejezve, ha ezt 360 fokos körből kiragadjuk, akkor körülbelül 2 fok. A nagy napév tudjuk, hogy az 25.920 év, ebből 1 fok az 72 év, 2 fok az 144 év. Tehát azt is tudjuk, hogy Jézus egy éves korában járt ezen a helyen, és ahhoz képest a korona elkészítése nyilván későbbre tolódott, hogy mikorra, hát ebből gondoljuk, hogy ez két helyen is megjelenik, hogy itt a vízszinteshez képest a trón, vagyis a tér elfordul 2 fokot körülbelül. Tehát még egyszer, a tér és az idő egymáshoz képest elfordult, az eseményhez képest a korona készítés így van belerejtve, mint 144 évvel későbbi időpont. Na de azt is tudjuk már, vagy sejtjük, hogy igazolom Szekeres Sándornak, aki az eltévedt időszámítás című könyvében ír arról, hogy úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás Jézus kereszthalála időpontjában volt Jeruzsálemben, és ez az időpont 272-es évben volt, és ő ezt azzal magyarázza, hogy az az időszámítás, amit mi használunk, az eredetileg az Arszakida időszámítás volt, csak később fogták rá, mint egy, hogy a Jézus születésétől vette kezdetét. De így kezd magyarázható lenni az az anomália, ami az idősíkokban van, ugye erről több könyvet lehet olvasni. De ha elgondoljuk azt, hogy Jézus egy éves időszámítás szerint 241-ben volt jelen Egyiptomban, és így a korona körülbelül 390 táján készülhetett, hogyha hinni lehet ennek a teóriának. És így valószínűsíthetően Attila fejére is került ezek után a korona. Mert az idő ez megengedi ezt az összefüggést. Köszönöm szépen a megtisztelést!